Mai társadalmunkban az emberi valósághoz való jog számos módon kerül terítékre, mondta beszédében Szepesi Tibor polgármester. A méltósággal teli élet az egymás iránti tisztelet életünk végéig szükségletünk, és szükségletünk kell, hogy legyen. A mai rendezvény is, ahogyan az őszi nácis ültetés is, a szociális kompetenciák erősítésére, az érzelmi intelligencia fejlesztésére és ezeknek az elérését célozza meg, melynek legfontosabb feladata, hogy a halál tabuját közösen legyőzhessük és az élet értelmét felismerhessük. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves jelenlévők! A narciszok a remény nemzetközi jelképei. A szenvedők a segítséget és ápolást igénylő betegek reménye. Emlékeztetnek bennünket az e világtól való búcsúzás nehéz időszakára. A náci szültetés, a méltóság mezeje program arra kívánja felhívni a figyelmet, mekkora erőt és támaszt nyújt a gyógyíthatatlan betegeknek, ha van szakszerű segítség, ha van, akire biztosan számíthatnak, aki alapvető szenvedéseit enyhíteni tudja. Én nagyon köszönöm a karcagi rákbetegek szervezetének, a Mindig Van Remény alapítványnak azt, hogy éltetik ezt a reményt, hogy minden évben azokkal a rendezvényekkel, amelyet itt Karcagon nekünk, önöknek, karcagiaknak, a fiataloknak és talán mondhatom azt, hogy az egész világnak megmutatnak, táplálják ezt a nagyon fontos életérzést, ezt a nagyon fontos reményt. Hiszen az egymásról való gondoskodás és az emberi méltóság megőrzése megkérdőjelezhetetlen alapérték. Ezek tiszteletben tartása és támogatása nem csak egy nemes cél, hanem kötelesség is. Ezért tartom fontosnak, hogy minél több fórumon, az ilyen, a maihoz hasonló rendezvényeken keresztül is felhívjuk erre a figyelmet. Én köszönöm szépen mindenkinek a jelenlétet, és köszönöm szépen a szervezőknek a munkáját. Mondta a városvezető, aki megköszönte a jelenlévők és a szervezők munkáját. A polgármester köszöntője után az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény magánének tanszakosai adtak műsort Házi Sárai Mária vezetésével. Közelműködők ugyanúgy a Házi Sárai Mária tanszékének a növendékei lesznek. Azért is álltunk arrébb, mert 30-an vannak, tehát itt azért nem férünk el. Lesznek megemlékezések, lesznek versek, és tudni kell ugye, hogy innen elmegyünk az idősek otthonába, és a leszedett virágot átadjuk az idősek, az ott lakóknak. Ezzel is kedveskedve, felidézve a tavasz szépségét, a reményt és a szeretetet. És bízunk benne, hogy minél többen részt vesznek ebbe, és megértik ennek az üzenetét, hogy mit is jelent, és itt leszünk mindannyian, hogy elültessük azokat a virágokat, amit pár hónap múlva ugyanígy le tudunk szedni, és gyönyörűen pompázik, virágzik. Ahányszor elmegy mellette az ember, mindig eszébe jut, nem csak az, hogy mi ültettük, hanem az, hogy mit is jelent. A legfontosabb, hogy megértsék azt, hogy mindig van remény, ebbe kell bízni, erre kell törekedni, és ezt nem csak bennem kell éltetni ezt a reményt, hanem át is kell tudni adni. Tehát betegeknek, időseknek, de fiataloknak is a reményt azért tovább kell adni. Dr. Kasuba Jánosné szavalata után a Dózsa szobor előtti területről a jelenlévők az ősszel elültetett sárga narciszokat leszedték, majd a polgármester és Váci Attiláné alapítvány elnök vezetésével elsétáltak a karcagi többcélú kistérségi társulás idősek otthona Varró úti telephelyére, ahol átadták a gondozottaknak a reménységet, az élet szépségét, az élet méltóságát szimbolizáló sárga narciszokat, majd közösen elénekelték a Tavaszi szél vizet áraszt című népdalt.